Szevasztok srácok, én Dark Rage vagyok, és folytatjuk a Dark Souls 3 végigjátszását. Ugye azt ígértem a legutóbbi részben, hogy elindulunk vagy a Grand Archives-ba, vagy Arch Dragon Peak-be. De eszembe jutott valami, miközben itt a Bonfire szekciót néztem, az utazás szekciót, hogy itt van még egy festett világ is nekünk. Ugye elintéztük már a farkast meg a Grave Tendert, viszont még nem intéztük el a másik boss-t. A Corvian faluban mi van? Tehát a Corvian faluba kéne tovább haladnunk. És most oda megyünk. És azt fogjuk csinálni, hogy a Corvian falut nagyjából felfedezzük, elintézzük az ellenfeleket, amik itt vannak, lesz itt egy NPC is. Találunk egy armor setet, azt hiszem... Nem, kettő NPC is lesz, az egyik pedig hostile lesz, ugye? Na mindegy, szóval itt vagyunk. Ezeket üssük már szét, mert zavar, hogy itt vannak. No, itt vannak ugye ezek a madarak, ezek a korvienek. Már jóval overlevel vagyok, már Ring City legvégén kéne járnom ezzel a fejszével, komolyan. Mindegy, ezeket a korvieneket intézzük el. Inkább mi öljük meg őket, mint az, ami ott fent vár rájuk. Igen. Van itt egy ilyen rozsomák, assassin, nem tudom milyen korvén. A lényeg az, hogy nagyon gyors, nagyon sok bleedinget okoz, nagyon erős, és sok HP-ja van. Egy kemény ellenfél. Viszont ez ellen a fejsze ellen senki nem ér semmit, hát már Midir meg Gale is elmehetnek a picsába. Hát már előre félniük kéne. Ez a kapu, ez a másik oldalon nyílik. Simán meg is mászhatnánk ezt a kerítést, de nem tesszük meg. Igen, odalent küzdtünk meg a farkassal, ugye? Hú, itt át lehet ugrani, igaz? Itt ezt szépen megcsináltam, basszus. Mondjuk itt is van valami, nem? Aha! Ebben a szobában gyakorlatilag itt van a rothadás. Ez fogja ugye elönteni ezt a világot. Ha nem, mutatunk lángot Gale-nek, a hölgyének, úgymond. Itt... Ja, hogy itt megyünk vissza, értem. Igen, itt ha benézünk, ott oké, itt látjuk azt a szobát. Merre kell menni? Már hirtelen elfelejtettem. Azt viszont tudom, hogy ide fel lehet ugrani. Csak most nem tudom, miért nem tudok. Na, így, erről van szó. Itt, oké, ez felesleges, hogy itt van. Ez egy titkos fal? Nem. Oké, most odaugrunk át. Látok egy tárgyat. Rusted Gold. 3 Rusted Gold Coin. Oké, kösz szépen. Oké, most meg ide. Ezek a korvének már támadnak. Ezek ártatlannak tetetik magukat, közben meg itt szétvarázsolnak. Mindenféle sorcery-vel. Oké, hey! Hey! Kicsit sokat sebeztek, nem? Ahhoz képest, hogy ilyen kis egyszerű mágiákat alkalmaztok. Ezt egy kosfal? Nem. Már nem emlékszek, melyik titkos fal és melyik nem, megmondom őszintén. Ó, viszont tudom, hogy hova... Igen, erről kellett volna idejönni eleve. A házakat meg lehet kerülni, és itt van ez a létre vezet fel minket a tetőre. De mi már megint speciális kisgyerekek voltunk, és átugrottunk azzal a trükkel. Szóval... Ó, remek, tiszta vér minden. Itt már felmásztunk viszont. Tehát ide ne ugorjunk le. Tehát az az eleje a Corvian falunak. Ó, ide bent van valami. Hello? Ezek mind élnek? Nem mind. Oké, nem tudom miért imádkozzol egy szekrénynek, de oké. Én meg tudom érteni. Üssünk szét mindent, ennek a szobának konkrétan nem volt értelme. Igen, a ház mögött valami. Aha, még több korvien. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Na, még valaki nem akar esetleg mellé ugrani? Ezt meg már meg se kell ölnem, ez megöli magát. Levetette magát a domboldalról. Ez egy domboldal, nem? Oké. Amúgy nincs életem. 3/4, hajnali 3/4 12 van, én meg madarakat gyilkolok egy faluban.
Hát kinek mit adott az élet. Na jó, már menjünk vissza inkább a tetőre. Igen, innen már látni egyébként azt a csávót, aki ugye szórakozik velünk az elején, mikor még nem vagyunk a faluban. Igen, az is egy ilyen gyorsabb Wolverine, akármicsoda. Rothadásban el van a haverjaival. Igen. Igen, oda kéne eljutni valahogy. Ott van a templom, ott látjuk a háttér. Most miért kezdtem el backsteppelgetni egyfolytában? Itt másszunk fel. Hoppá, itt ha le... Aha, van itt valami. Aha, csomó nagy madárral. Hoppá, ezek meg tudnak mérgezni. Igen, ráadásul úgy látom, ez toxik. És hát úgy tudom, hogy ez toxik. Stalk Dunkpie, de nem kell a Dunkpie haver. Igen, itt vagyunk. Ez egy shortcut, úgymond. És itt van az az armor set, amiről beszéltem, ugye a Slave Knight armor set. Réges-régen csak az élőhalottak szolgáltak rabszolgalovagokként. Most ki a front csípett meg? Kisebzett meg. Ja, hogy te itt varál... Ja, hogy leesett! Mondjuk igen. Jó, oké, nem baj. Na, gyorsan olvassuk el. Megégett a bőrük, kifeketedett, feketére égett, a csontjaik eltöredeztek. Aha, megőrültek. Ez történt a rabszolgalovagokkal. Akik élő halottak voltak legtöbb esetben. Vagy azt írja, hogy always? Only the undead, akkor igen, csak az élő halottak. Hát ugye GL egy ilyen... hát gyakorlatilag egy ilyen armort visel. Nem tudom miért nem jutott eszembe most az a szó, hogy armor. Hülye vagyok. Oda hogy jutunk el? Oda hogy jutunk el a másik oldalra? Na, várjatok! Innen, igen. Fogalmam sincs. Erről? Na várjatok, valamit én itt elhagytam. Aha. Ez egy zsákutca, örülök neki. Viszont valamit nagyon elhagytam. Igen, most leugrok, mert szerintem itt valamit elhagytam. Már harmadjára mondom. Oké. Okay. Jó, Mr. Gyors SCP-n 49 is meghalt. Itt kéne lennie valaminek, nem? Elméletileg itt van valami. Igen, itt vagyunk a Corvian faluban. Visszajöttünk. Hát jó, nem tudom, hogy kell azt a tárgyat felvenni ott. Minden esetre haladjunk tovább. Na most megint az a baj, hogy szórakozni kell az ugrással ott a tetőnél. Vagy megkerülhetjük csak simán a házad, de nem. Én a tetőre fogok ugrani mindenféleképpen. Mert az a sorkat ugye nem vezet vissza minket. Az a sorkat csak visszahozott így a bonfire-hoz, de nem tudunk visszamenni oda. Szép volt. Ez komoly volt. Kelj már fel, eson van. Szeretnék felugrani te szemét. Szerintem nem képes békén hagyni, mennyi kukrival dobál ráadásul. Oké, ez borzasztó próbálkozás volt, ezt próbáljuk újra inkább. Ja, ezek madarak? Hello, tudtam én, hogy te jössz. Láttam rajtad, hogy rafinált vagy, mint a gyurcsányi. Jó, nem érdekel most a faszia, aki leesett. Hello. Na, jó, akkor a hagyományos módon jövünk fel. Ahogy a normális emberek szokták, nem ugrálgatunk ott, miközben darabokra vágnak egy pengével. Hát nem erre. De akkor már. Ja, erre. Tényleg.
Hát igen, ide akartam felmászni, csak leugrottam ugye a Slave Knight armor setért. Aha, és így jutunk ide ki. Értem. Ott egy kristallizált, viszont ha jól emlékszek, ez Csali, mivel ott van egy ilyen gyorspengés csávó megint csak. Jó, én meg akarom ölni azt a lizárdot. Hol van a lizárd? Hát az elmenekült. És most hova jutottunk? Ebbe a felesleges szobába. Twinkling Titanite-ot kaptam valahonnan. Tehát a Crystal Lizard meghalt, ez azt jelenti. De hogy hol halt meg a... Most komolyan visszajutottam ide. De hogy halt meg a Crystal Lizard? Leszaladtod a... ez a Grave Thunder arénához? És miért tette azt? Mikor már nem volt, amit simán csak eltűnhetett volna. Nem mindegy, jöjjünk vissza inkább. Nem mindegy, értem, mi történik ebben a mai epizódban. Hát össze-vissza rohangálok gyakorlatilag annyiból el. Már nem tudom, merre megyek. Igen, te voltál azt a személyt, te miattad volt ez az előző. De itt van valami? Nem, semmi nincs ebben a toronyban. Akkor erre jövünk tovább, másfelé nem nagyon tudunk menni. Jó, az már meghalt. Itt is mindenki halott? Biztos? Oké, biztos. Igen, bejutottunk ide, a belső udvarra. Itt van ez a nagyobb templom, ugye? Itt úgy emlékszek, vannak tárgyak az ablakokban, de lehet, hogy tévedek. Igen. Igen, meg kéne ölni ezt a madarat, aki itt van, ezt a korvint. Lehet jobb ötlet lett volna előbb a shortcutot kinyitni, mivel így meg fogok halni. Nyisd ki a somban, de miért befelé nyílik? Ott a kapu. Jó, mostantól nem kell aggódni, most már megölhetek nyugodtan, nem érdekel. Oké. Okay. Jó, kettőt is ígyunk. És most intézzük el a szemétládákat. Én ő volt az, akire ráugrottam. A másikat viszont jobban el akarom intézni. Igen, téged, te bleedinges. Folyamat, örök staminájú, megölhetetlen rohadék. Te, téged, rólad van szó. Lehet, hogy mégiscsak rossz ötlet volt ide jönni. Úgy dodzsolt ki, persze. Nem. Azt hittem már. Jó, meghalt. Csak Large Titanite-ot dobálnak, kinek kell már az? Way of White Corona. Oké, nem akarom elkapni a vírus, szóval nem használom ezt a Miracle-t. Mondjuk, mit csinál a Way of White Corona? Lost Way of Might Miracle, Way of White Miracle, launches, Miracle-ökről van szó, meg a Way of White-ról, hogy ez egy régen elfeledett varázslat, stb. Semmi fontos információ nincs benne a lore-ral kapcsolatban. Viszont ide bent ennyi van. Nem sok minden. Viszont úgy gondolom, hogy az épület oldalában elhagytam valamit. Igen, simán lehetett volna, le lehetett volna itt mászni, de én leugrottam be az épületbe. Igen, mert ezt az épületet körbeveszi a rothadása, ahogy látom. Most ez komoly volt. Most komolyan beleragadt a kútba a csávó. És ez így megölhetetlen. Thank you, Dark Souls. Komolyan. Ah, elintéztük. Úristen, milyen mélyen van már az? Hol jeleztem már ezt a HP csíkot? Na mindegy, itt semmi nem volt, ahogy látom. Oké, akkor négy darab Estusszal küzdünk meg a Sir Wilhelm-mel. Ugye emlékeztek, nem álltok. Ó, wow, egészen visszalátni. Odáig, ahol lecsúsztunk, ugye. Wow. Mindegy, szóval... elhagytam néhány tárgyat. Nem elhagytam, még el sem jöttem ide. Itt fel szeretnék venni néhány tárgyat, ezt akartam mondani. Egy fa.
Egy Young White Branch, kösz szépen, haver. És itt kettő Rusted Coin, kösz szépen, haver. Ahogy mindenhonnan lehet látni ezt a nagy Grave Tender területet, ahová most majdnem leestem. Na mindegy, szóval emlékeztek Sir Wilhelmre, aki mondta Frida oldalánál, hogy ott a templomnál, az Ariandel templomnál mondta, hogy a kíváncsiskodókat eléri egyszer a végzetük, valami ilyesmit mondott. Minden menekülőt el kell kapni, minden titkot fel kell fedni. Aha, a végén te szívod meg, igen, igen. Mert nem tudod, milyen fájdalmat hozol magadra. Mindegy, meg kell ölni most Wilhelmet. Szegényke nem nagyon bír velünk, ahogy látom. Na, Dark Root keze van. Tök mindegy. Bocsáss meg, hölgyem. Felesküdtem, de elbuktam. Lady Alfreda, cserben hagytalak. Megkaptuk az Onyx Blade-et és a Contraption Key-t. Na, ez a kulcs is kelleni fog ide. Ez vezet fel minket a padlásra. Na, megöl? Nem ide kellett volna állni. Na mindegy, az Onyx Blade mondta valami érdekességet mondjuk Wilhelmről. Hol van? Itt van Onyx Blade. Elfrida volt a legidősebb a nő a testvérei közül. És vezetője volt a Sable Churchnek. Aha, ezt a kardot a lovagjának adta. Csak a kard egy búcsú ajándék volt. Aha. Szóval Elfrida, vagy Frida, gyakorlatilag egy ilyen Sable Churchnek, valamilyen templomnak a vezetője. És majd arról mesélek még egy kicsit később. Na mindegy, itt is van egy NPC, vele mindjárt beszélünk. Ez nem működik, de ha itt lemennénk, akkor ott, vagy felmennénk, már nem emlékszek. Na mindegy, beszéljünk vele. Akkor ott lenne a rotodás. Hamut érzek rajtad. Te vagy az, akiről a Gélbácsi mesélt, aki lángot mutat nekem. Igen, ő itt Gélnek az ismerőse. Talán a húga. Nem egészen biztos, vagyok benne biztos, hogy mondta, hogy Uncle Gale, szóval nyilván családtag. Talán visszatérhetek. Az ajtó nyitva áll, hála neked. Festeni megyek. Megígértem Gale bácsinak, hogy megteszem. Igen. Tehát Gale megmondta neki, hogy fessen neki. Erről még lesz szó a DLC-nek a legvégén. Valószínűleg a következő részben, mert nem minden, hogy ebben a részben már befejezzük. Jó, azt nyissuk ki. Teljesen felesleges, de azért kinyitjuk. Oké. Okay. Most visszamegyünk szépen a shrine-ba, és elköltjük a szólokat. Utána visszajövünk, és megnézzük, mi a helyzet. Itt a festményben. Welcome home, level up, igen, igen, igen. Ja, hogy nem tudok, mert már 42 ezer szól kell. Nagyszerű. Purchase item. Hát vegyünk tőle emberöket akkor. Kösz. Ashen one. Jó, más nem nagyon kell csinálni szerintem. Jó, én azt mondom, vágjuk félbe az epizódot. A következő részben pedig elmegyünk akkor a vikingek felé, meg a rothadást meglátjuk, ami az Ariandel templom alatt van, illetve ha minden igaz, megküzdünk Fridával is, ha minden jól megy. Na jó, én remélem jól szórakoztatok, ha tetszett ez a videó, akkor dobjatok rá egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra, tudjátok a szokásos szöveg, találkozunk legközelebb, és addig is, sziasztok!